Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Ifjúságkutató Intézet podcastje, a Téka, ahol a gondolatokat nem kölcsönözzük. Inspiráló élettörténetekkel, egyéni látásmódokkal és garantáltan eredeti gondolatokkal várjuk az ifjúságuk iránt érdeklődőket. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az MCC Ifjúságkutató Intézet Téka című podcastja, ahol inspiráló példaértékű élettörténeteket ismerhetünk meg. Én Kiskozma Georgina vagyok. Mai vendégem Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, aki nem mellesleg a legbefolyásosabb magyar nők 2023-as listájára is felkerült kultúra kategóriában. Sok szeretettel köszöntelek a tékában, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Fiatalon csúcsvezetői pozícióban, ez nem tűnik első hallásra egyszerűnek. Gyermekkorodban mi szerettél volna lenni? Ó, minden. Nagyon szertágazó volt az érdeklődésem. Talán leginkább a tanári pálya vonzott, hiszen szüleim mindketten bölcsész emberek, és mindketten többet vagy hosszabban vagy rövidebb ideig tanítottak is, illetve elég korán bekerült az életembe a zene szeretete, és a másik irány az valamilyen zenével kapcsolatos tevékenység volt. Szerettem volna hegedűművész lenni, hegedűművészé válni, de ez aztán, amikor Németországban éltünk, kicsit így távolabb került tőlem, elúszott ez a lehetőség, de utána is az volt a fejemben, hogy, hogy az életemben a zene maradjon benne valamilyen módon. De egyébként a biológia is nagyon érdekelt, volt egy nagyszerű általános iskolai biológia tanárnőm, és abban az időben még ez az irány is foglalkoztatott, szóval sok-sok minden vonzott. Hogyha jól tudom, akkor német szakot, politológiát, kulturális menedzsment szakot is végeztél és ahogy említetted is, hegedültél, zongoráztál, közel kerültél a PHD megszerzéséhez is, és ha jól tudom, akkor tanítottál is valamennyi ideig, tehát elég szertágazó volt a pályád már korábban is, és elég sok minden is válhatott volna belőled. Ezeket a tapasztalatokat a mostani pozíciódban tudod alkalmazni, használni? Úgy érzem, igen, hiszen egy nagyobb csapat irányításához néha szülői hozzáállásra van szükség, néha a pedagógus érdemes előhúzni, és nagy-nagy empátiára van szükség, hogy a magasra tűzött, kitűzött célok mellett a kollégákat úgy inspiráljuk, úgy vezessük, hogy megtalálják a helyüket a csapatban. Milyen egyéb képességekre, tulajdonságokra van szüksége ahhoz, hogy valaki jó vezetővé váljon? Mert itt említettél már különböző szempontokat. Az empátia mellett én mindenképpen azt gondolom, hogy vezetőnek szüksége van víziókra, illetve egyfajta megszállottság, fáradhatatlanság is kell hozzá, hiszen a vezető mindig is motorja egy cégnek, egy vállalatnak. Ez a fesztiválzenekarnál ugye kettős, hiszen Fischer Iván, a fesztiválzenekar zeneigazgatója, alapítója, karmestere, megadja nekünk az inputot, a víziókat, a művészeti víziókat, a kollégáim is, mindannyian nagyon sokat dolgozunk. Ugye a zenekarnál hétvégén sem áll meg az élet, vagy este sem, hiszen a koncertek többnyire este vagy hétvégén vannak. És nagyon könnyen el lehet fáradni ebben a hajtásban. Ilyenkor néha humorral, néha szigorral, néha, ahogy mondtam, inspirációval de tartani kell a csapatban a lelket, hogy másszuk meg a következő akadályt is. A zenekar híres arról, hogy nagyon jó közösséget alkot mind a tagok között, mind pedig a hallgatósággal együtt. Ez a csapatjátékos szellem, vagy csapatjátékos nézőpont, ez a vezető számára is fontos? Nagyon fontos, én a csapatom nélkül nem tudnék semmit tenni. Az emberek, a kollégák kiválasztásánál nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, természetesen a szakmai színvonalra is, a szakmai tapasztalatokra, de ugyanúgy nézzük azt is, hogy az illető mennyire illeszkedne a csapatba. Kicsi a fesztiválzenekar stábja. Minden területen egy-két ember dolgozik maximum, de mégis ezek a kis területek kis csapatokat ö, alkotnak, és nagyon fontos az összhang a kollégák között. A zenészeknél egy hasonló kiválasztási folyamat van, csak kicsit hosszabban. Nálunk nincsen klasszikus értelemben vett próbajáték, hanem úgy zajlik a muzsikusok kiválasztása, hogy először egy kisebb projektre hívjuk meg őket, mondjuk egy gyerekkoncertre, egy közösségi koncertre. Aztán később bekerülhetnek kisebb produkciókba, vagy egy-egy olyan programba, amit Fischer Iván vezényel, és Fischer Iván, illetve a muzikus társak akár egy éven keresztül is figyelemmel kísérik valakinek a tevékenységét, mielőtt felvételt nyerne, vagy meghívást kapna a zenekarba. Éltél Németországban és Olaszországban is, mit, mit csináltatok ott, hogy kerültél oda, és ezek az élmények mennyiben voltak meghatározóak a te későbbi életedben, illetve munkásságodban? Németországban jártam gimnáziumba. Ebben az időszakban édesapám volt a németországi nagykövet, akkor még Bondban, bár hivatalosan már Berlin volt a főváros, ez egy 90 és 96 között, de a a minisztériumok még Bondban voltak, ezért a nagykövetségek sem költöztek akkor még át. Ott végeztem a középiskolát, ott érettségiztem, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert elég korán be, belecsöppentem olyan programokba, amelyeken felnőttek vettek részt, eh, fogadásokra, kísértem el többször édesapámat, vagy vacsorákra. És fel kellett nőni ehhez a feladathoz, ehhez a szerephez, hogy eh, tudjak beszélgetni a vendéglátóval, vagy a többi vendéggel. Tovább erősítette, azt gondolom, a, a nyitottságomat, az, hogy egy rövid időszakra, amikor édesapám szintén a diplomáciai megbízatásból Rómában, egészen pontosan a Vatikánban tartózkodott, akkor a vatikáni nagykövet pozícióját töltötte be, meglátogattam, és egy rövid időt, körülbelül fél évet töltöttem Rómában. Ez egy teljesen más világ, mint Németország, mindig azt mondják, hogy az olaszok nagyon lazák, nagyon barátságosak. Számomra a beilleszkedés kicsit nehezebb volt, nehezebb kapcsolódást találni. Például az egyetem egyáltalán nem olyan jól szabályozott, mint nálunk, vagy akár Németországban. Nem lehet tudni, mikor kezdődik a szemeszter, hivatalosan már elkezdődik, de az előadások még nem indulnak be, a hallgatók se járnak be. Abban az időben, Németszakos PhD-ben dolgoztam, és ezért a Rómában is a német szakra próbáltam bejárni. Kiderült, hogy ott a hallgatók nem beszélnek németül. Egy rövid, olasz nyelvtanulás után én már jobban tudtam velük olasz nyelven kommunikálni, mint németül. De ahogy mondtam, ez egy teljesen más világ volt számomra, mint Németország, de ugyanúgy nagyon izgalmas és kihívásokkal teli, és örülök, hogy ezt is megtapasztaltam. Németországban is és Olaszországban is ezen kívül voltam még rövidebb ideig ösztöndíjjal, úgyhogy ott a tanulmányok során megtapasztalhattam azt is, hogy hogy épül fel az egyetemi struktúra, mi foglalkoztatja ott a hallgatókat, hogy telnek az ő hétköznapjaik, ez is nagyon érdekes tapasztalat volt számomra. És amikor kint voltál a zenéhez, hogy kapcsolódtál, hogy tudtál kapcsolódni ezekhez a kérdésekhez, vagy akkor ezekben az időszakokban kevésbé játszott fontos szerepet a, 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 a zene az életedben? Amikor középiskolába jártam Németországban, még aktívan hegedültem, nagyszerű hegedű tanáraim voltak, különböző németországi Bonni zenekarok koncertmesterei. De a probléma az volt számomra, hogy azon a területen, ez észak rajna a tartomány, teljesen más struktúrája volt a zeneoktatásnak, mint Magyarországon. A zeneiskola inkább amatőröknek való, sokszor nem is tudnak kottát olvasni, akik oda járnak, és hiányzik az a szint, ami nálunk a konzervatórium, tehát a 14-18 év közötti oktatás, utána rögtön a főiskola következik. Egy komoly iskolai háttér nélkül sokkal nehezebb felkészülni ezekre a főiskolai felvételikre, illetve nekem nagyon hiányzott a közösség az, hogy egy magántanárnál egy héten egyszer előjátszik az ember, nem adja vissza, nem biztosítja azt az örömet, hogy kamarázunk a többi zeneiskolai tanulóval, vagy koncerteken lépünk fel, ugye a szolfés nem volt a kedvenc tárgyam, de szükséges a zenei elméletek megtanulása is, ez is hiányzott Németországban. És ezáltal egy idő után úgy éreztem, hogy más területek jobban kezdenek el vonzani, mint a hegedű gyakorlás. De nagyon sokat jártam hangversenyekre, opera előadásokra, még a Bonni időszakban is, és aztán Rómában is. A Budapesti Fesztivál zenekar a hatása és a, a célja is nagyon összetettek. Természetesen elsődleges cél, hogy minél szélesebb körben a szere, zene szeretetét terjesszen, de emellett fontos a külföldi turnézás is, illetve a kulturális diplomácia is fontos missziója a zenekarnak. Mit kell értenünk pontosan ez alatt? Ha a kulturális diplomáciára kérdezel rá, mi úgy gondoljuk, hogy a Budapesti Fesztivál zenekar Magyarország egyik kulturális nagykövete. Ugye tavaly évben, 2022-ben a Fesztivál Zenekart az év választották. Ez azt jelenti, hogy a, tulajdonképpen a világ összes zenekara közül a szakmai zsűri is, és a közönség is a Budapesti Fesztivál Zenekart tartotta a leginkább méltónak erre a címre. Ez számunkra egy hatalmas megtiszteltetés, és ahogy a cím, a név kötelez, mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy a legmagasabb színvonalon, a legkreatívabb előadásokkal, a legjobb kommunikációval képviseljük az országot külföldön. És tesszük ezt úgy, hogy a külföldi nagykövetségekkel és külföldi magyar kulturális intézetekkel karöltve megpróbálunk, olyan programokat a koncertek köré szervezni, amelyen vagy az adott ország, város politikai döntéshozói vesznek részt, vagy gyakran utaznak ki Magyarországról, a kultúra, a kormányképviselői, vagy akár külföldön befolyásos alapítványokat szólítunk meg közösen, hiszen a diplomáciával Egyetértve azt gondoljuk, hogy egy-egy ilyen sikeres hangverseny az országi mást olyan módon, olyan pozitívan befolyásolhatja, amelyre ez egy relatív egyszerű eszköz, más módon nehezebb lenne elérni ezeket a pozitív inputokat, és egy-egy ilyen koncert élmény után sokkal könnyebb lesz az egyeztetés azokkal a partnerekkel, akikkel a nagykövetségek dolgozói vagy a kulturális intézetek dolgozói kapcsolatban vannak. Nem csak a 2022-es év volt sikeres, ha az elmúlt éveket nézzük a zenekar számára, hanem az idei év is egy nagyon fontos év, hiszen egy fontos jubileum, amit ünnepel a zenekar, 40 éves lett. Mondhatjuk, hogy a koronavírus nem meggyengítette, hanem inkább még erősebbé tette a zenekart. Egyet értek ezzel, igen, bár eddig soha nem gondolkoztam rajta. Említetted a 40. évfordulót. Számunkra ez egy kerek, fontos évforduló, de hogyha belegondolunk, a Fesztivál zenekar egy nagyon fiatal, junior együttes, hiszen a nemzeti filharmonikusok nemrég ünnepelték századik évfordulójukat, a külföldi nagy top zenekarok akár több száz éves múltra tekintenek vissza ebben a ligában 40 év, nagyon kevés, mégis figyelemre méltó, hogy a fesztivál zenekar jelen van a világ legfontosabb fesztiváljain. Idén újra ellátogatunk az Edinburgh Nemzetközi Fesztiválra, ahol négy koncertet is adunk, a BBC Proms Fesztiválon Londonban három koncerttel szereplünk. Úgy gondolom, hogy, hogy ez a teljesítmény, az elmúlt 40 év, az elmúlt négy évtized építkezésének, kitartó munkájának az eredménye, és ezt a Covid sem roppantotta meg, hiszen Fisheriben Majdnem minden nap előállt egy-egy kreatív ötlettel, alig győztük megszervezni a programokat. Például 2020. júniusában egy hónap alatt 224 szerenádot adtunk budapesti bérházakban, ami teljesen biztonságos volt, hiszen a muzikusok a a ház belső udvarán álltak, és a közönség, a lakók, a gangokról nézték ezeket a koncerteket, de platós kocsival is jártuk Budapest utcáit és Balaton felvidék városait, adtunk koncertet, ifjúsági koncertet halaknak, Számtalan kreatív gondolat, kreatív projekt valósult meg ebben az időszakban, amelyekre nagyon szívesen emlékszünk vissza a közönségünkkel egyaránt és ebben az időszakban is sikerült turnékon részt venni. Valahogy a fesztivál zenekar volt az a zenekar, aki mindig elsőként ott volt, hogyha éppen már lehetséges volt koncertet adni valahol. Így volt ez például Németországban, Ingolstadtban az Audi Fesztiválon, mi voltunk az első zenekar, aki színpadra lépett, vagy Ravennában, egy szabadtéri koncerten de a zárások előtt is mindig mi játszottunk. Így volt ez a Vicenzai Opera Fesztiválon, eh, ahol 2020-ban két koncertet adtunk. Az első koncert még nyilvános volt, közönség is részt vehetett az előadáson. A második koncert reggelén azonban bejelentették, hogy már lezárják a, bezárják a kulturális intézményeket. A közönség számára nem volt elérhető többet az előadás. Így streameltük azt a produkciót, amely nagyon megható volt, hiszen Málár dal a földről című művét adtuk elő, ami kicsit az elmúlásról a világ az élet végéről is szól, és a zenekarhoz tartozó munkatársként beülhettem a nézőtérre, ahol négyen, öten ültünk összesen, és ebben a súlyos járvány szituációban hallgattuk ezt a művet a gyönyörű Teátró Olimpikóban. Úgyhogy mondhatom, hogy ez egy emlékezetes előadás volt éppen a Covid zárások kezdetén. És milyen innovatív projektjeitek várhatók a közeljövőben? Mert a zenekar híres az újító szellemi projektjeiről, de gondolom várhatóak a közeljövőben is, vagy a távolabbi jövőben is ilyen típusú projektek. Hát általában az innovatív projektjeinket meglepetésként szoktuk bejelenteni, de most is számtalan izgalmas programmal készülünk. Az új operaprodukciónk, amelyet uh, Spolétóban egy hét múlva mutatunk be, Budapesten a közönség pedig szeptemberben láthatja Debussy, peleász és Melisza című operáját. Minden bizonyjal, mind látványban, mind hangzásban nagyon izgalmas produkció lesz, csak annyit hogy a színpadon egy hatalmas erdőt láthat majd a közönség. Szeptember 12-án indítjuk el a születésnapi program sorozatunkat a Hősök terén egy hatalmas ingyenes szabadtéri koncerttel, ahol bemutatjuk a főváros és a fesztiválzenekar által közösen kiírt zeneszerzői pályázat nyertes művét, ez is nagyon érdekes lesz számunkra. Egy nagyon fiatal magyar zeneszerző, Olá Patrik Budapest nyitányát játszhatjuk majd, és kíváncsiak vagyunk erre a tapasztalatra, az új műre. De a fél év során lesznek meglepetések, és a december 26-ai karácsonyi koncert, ami egyben a 40. születésnapi hangverseny is lesz, majd több színpadon, több, kisebb, nagyobb produkciót bemutatva szintén izgalmas meglepetéseket rejt majd. Említetted, hogy a Budapesti Fesztivál zenekar viszonylag fiatal zenekarnak tekinthető, mégis nagyon sikeres. Mi lehet a siker receptjének a titka? Minőség, közösség, társadalmi felelősség, vállalás? Úgy gondolom, hogy ez mind. A minőség, a folyamatos megújulás, kreativitás az, hogy, hogy mi mások vagyunk, mint a többi zenekar. Már említettünk sok ö, zenei projektjét a Fesztivál Zenekarnak a beszélgetés során. Ezek a projektek eltérnek a szokásos, koncerttermi hangversenyektől. De Fesztivál ez az egyik ereje, hogy muzsikusaink ö, mindannyian olyan színvonalon zenélnek, hogy akár szólistaként is felléphetnek a zenekarral, vagy egy-egy kamarazenei koncert során is helytállnak. De több olyan zenészünk is van, aki nem csak klasszikus zenét játszik, úgymond, hanem népzenét, jazz, Van egy big bandja is a fesztivál zenekarnak, több műfajban is zenélhetünk, illetve most már jó pár éve a fesztivál zenekar muzsikusainak kórus próbái is vannak, hiszen kórusként is színpadra állítottunk már több művet. Ez a fajta flexibilitás Fischer Iván számára a jövő zenekari modellje, miközben gigantikus Máler, Bartók műveket mutatunk be hatalmas zenekarral. Mindig van idő, Lehetőség arra, hogy ezeket a kisebb formációkat is gyakoroljunk, hogy muzsikusaink ezekben a szerepekben is fejlődjenek. Ami pedig a motivációt illeti. Ez egy elvárás is, hogy a zenészeink folyamatosan kutassanak, találjanak ki műsorokat, találjanak olyan felfedezetlen, vagy rég feledett műveket, amelyeket szívesen bemutatnának, hogy énekeljenek, színészkedjenek, gyerekkoncerteken beöltözzenek jelmezekbe, tehát hogy nagyon sok arcukat mutassák be, sok-sok fajta kvalitásra van szüksége egy muzsikusnak, hogyha a fesztiválzenekarnál játszik, és természetesen a, a kitartásra, az erőre, az energiára is nagyon nagy szükségük van, hiszen például 2022-es évben előre láthatólag 174 koncertet játszunk, ebből 42 koncertünk van, azt hiszem, külföldön. Nagyon sokat turnézunk, és sokak számára a turnézás kívülről egy uh, csodálatos utazásnak tűnik, és irigyelnek minket, hogy milyen sok helyre eljutunk. De gyakran van olyan, hogy nem is látjuk a várost egyáltalán, hiszen azoknál a turnéknál, ahol minden nap utazunk, reggel utazunk, délután próba van, este koncert, utána sokszor. Uh, vannak még fogadások, egyéb elfoglaltságok, tehát nincsen arra lehetőség, hogy várost nézzünk. Például én minden évben legalább egy vagy két alkalommal tartózkodom Párizsban, de a városközpontba soha nem jutok el. Úgyhogy ez a turnézás is inkább főleg a muzsikusok számára egy nagyon fárasztó program. Nagyon pontosan meg kell előre tervezni az életüket, hogy... Hogy csomagolják a ruhákat a bőröndbe, hogy az itthon maradó családot hogy látják el arra az időre, kivigyázz a gyerekekre, hogyha szükséges. Ez egy nagyon fegyelmezett életmód, amiben a muzsikusaink élnek. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a koncerteken gyűjtik is az energiát és az inspirációt, ahhoz, hogy kitartsanak. Tehát ha jól értem, akkor a munkád nem szorít a négy fal közé téged sem. Hogy néz ki egy átlagos, átlagos munkanapod? Hát ez nagyon különböző kérdés, ugye, hogy éppen Budapesten vagyok-e, vagy netán vidékre kell utaznom, vagy egy külföldi turnén. Én olyan típusú vezető vagyok, aki igyekszik minél többet jelen lenni az irodában. A vezetőimmel heti ö, egyeztetéseim vannak, de a többi kollégára is szívesen szánok időt, hogyha egy-egy programról, egy kérdésről beszélnünk kell. És ö, rengeteg e-mail érkezik, erre még nem sikerült jó megoldást találnom, hogy, hogy csökkentsük egymás között is az e-mailek számát, úgyhogy gyakori a napi 100-150 e-mail, amelyeket reggeltől éjszakáig folyamatosan próbálok megválaszolni. És ezekben az időszakokban akár egy vidéki utazás, akár a turnék, nagyon nehezek, megnehezítik ezt a koordinációt egy turné alkalmával, mindig úgy érzem, mint hogy a két műszakban dolgoznék, hiszen az itthoni munkának is tovább kell mennie, a marketinges tábbal ugyanúgy egyeztetnem kell a következő kampányokat, de részt veszek a turnékon, hiszen ott lehet leginkább megtapasztalni az együttes sikerét, az együttes varázsát. A külföldi közönség teljesen más, hogy reagál egy-egy koncert után, mint ahogy az Budapesten tapasztaljuk, illetve a turnék során nagyon fontos kapcsolódni, találkozni nem csak az adott koncerterem vagy fesztivál szervezőivel, de a fesztiválzenekarnak négy országban vannak külföldi baráti körei, és a baráti köreink is aktívan szerveznek programokat a turné állomásokra. 2020. január óta igazgatod a zenekar, de nem ekkor kezdődött a kapcsolatod a zenekarral, mikor és hogyan csatlakoztál a munkába. 2011. novemberétől dolgozom hivatalosan a Budapesti Zenekarnál. Előtte zenei kulturális évadokat szerveztem, amikor egyszer csak megkeresett a Fesztiválzenekar kuratóriumának egyik tagja, és itt elindult egy hosszadalmas beszélgetés, és interjú időszak egészen pontosan áprilistól augusztusig tartott, amíg ők megbizonyosodtak arról, hogy engem szeretnének kiválasztani, és megállapodtunk a kezdésem részleteiről. Az első időszakban a Zenekar igazgató igazgatóhelyettesi pozícióját töltöttem be, 2011-től 18 ig először. Ez egy új pozíció volt, amire azért lett szükség, mert 2012. januárjától egy külföldi igazgatója lett a Fesztivál zenekarnak, Stefan Englert személyében, aki a Bambergi zenekartól Németországból érkezett hozzánk. És már akkor is az elsődleges feladatom a kormányzati kommunikáció, a kormányzattal való kapcsolattartás volt. Ugye erre a feladatra fontos volt egy magyar személyét, vagy legalábbis egy magyarul beszélő személyt választani, aki kiismeri magát a közigazgatásban, a minisztériumok rejtelmeiben. 2018. májusáig dolgozhattam együtt Stefánnal, Utána következett egy rövid interregnum, amikor ügyvívőként én vezettem a zenekart, de kerestünk egy új igazgatót. 2019. januártól decemberig Martin Hoffmannnal dolgoztam együtt, aki a berlini filharmonikusoktól érkezett hozzánk igazgatónak, és az ő távozása után ö, döntött úgy a kuratórium, hogy nekem szavaznak bizalmat, ö, és én vehettem át Martintól a zenekar vezetését. Egy nagyon nehéz időszakban, hiszen 2019-ben súlyos ö, ö, kormányzati pénzektől estünk el, ugye a TAO megszűnt előtte, és ö, ennek nem volt megfelelő kompenzációja ebben az időszakban. Akár a zenekar megszűnése is szóba került, komolyan egyeztettünk a, erre az alkalomra létrehozott válságstábbal arról, hogy mi történik, hogyha csődbe megy a zenekar. Az első nagyon szomorú tevékenységem az irodai dolgozók egyharmadának elbocsátása volt, és ebbe a bizonytalan helyzetbe ütött be a COVID 2020 elején. Úgyhogy ez a nehéz időszak úgy gondolom, hogy egyben össze is kovácsolta a csapatot, azokat, akik ott maradtak, és azóta is velem tartanak, de még néha most is érzem a, az utórezgéseit, a negatív hullámait ennek a törésnek, amit a 2019-es és 20-as év okozott a, a stábban, úgy gondolom, hogy a muzsikusok azáltal, hogy folyamatosan, ahogy már említettük, újabb és újabb inspiráció, kreatív projektek születtek ebben az időszakban is, bár ők is érezték a létbizonytalanságot, talán jobban tudtak töltekezni ezekből az új projektek. A mai világban gyakran sikerorientáltak vagyunk, és sikerorientált történeteket ismerünk meg, ami jó, és kell is, hogy inspiráljon minket, inspirálja a fiatalokat, a hallgatókat, mindenkit. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy, hogy a siker útjai nagyon sokszor kudarccal vannak kikövezve. És ezekről az azért is fontos beszélni, hiszen akik ö, hasonló nehézségeket vagy kudarcot élnek meg, Tudják azt, hogy ezen mások is keresztül mennek, nincsenek egyedül ezzel a problémával. Neked milyen kudarcélményeid vannak, voltak, amelyekből aztán később építkezni tudtál? Számomra egy folyamatos kudarcélmény, hogy úgy érzem, hogy a döntéshozók figyelmét nem tudom eléggé felhívni arra, hogy a Budapesti Fesztivál Zenekar milyen fantasztikus együttes, hogy milyen különleges módon, milyen magas színvonalon képviseli az országot külföldön, és hogy erre a sikerre építeni lehetne. Ezen folyamatosan dolgozom, de úgy érzem, hogy, hogy még nem tartok ott, ahol szeretnék. Másik nehézség vezetőként, amikor uh, új kollégákat uh, választunk, és néhány interjú alapján kell eldönteni, hogy ki az, aki uh, csatlakozhat a csapathoz. Volt, volt olyan eset, hogy uh, egy nagy ambíciókkal megáldott uh, új kollégát felvettük, én is uh, nagy bizalmat szavaztam neki, és nagy reményeket fűztem hozzá, és később bebizonyosodott, hogy nem válik be, nem illeszkedik a csapatba. Most megtanultam már azt, hogy nem szabad sokáig várni, hogyha kiderül az, hogy valaki nem erősíti, inkább rombolja a csapatot, akkor nem szabad sokáig húzni az együttműködést, akkor sem, hogyha egy-egy ilyen búcsú nagyon fájdalmas. De valahogy egy idő után úgy gondolom, hogy minden vezető egy kicsit megkeményedik ilyen szempontból. Én nem szeretnék megkeményedni, de mindig a zenekar, a csapat érdekeit kell szem előtt tartani, ami néha a személyes érdekek elé kerül. Nézzük meg az érem másik oldalát, mire vagy a legbüszkébb a munkát kapcsán. Legbüszkébb a Fesztivál Zenekar Gramofondiára vagyok egyértelműen. Amikor 2022. júniusában megkaptuk a hírt, hogy a fesztivál zenekart jelölték a tízes listára, amit egy szakmai zsűri állított össze, és innentől kezdve a közönség döntése az, hogy melyik zenekar lesz az év zenekara, rögtön azt éreztem, hogy én meg szeretném nyerni ezt a díjat, milyen fantasztikus lenne az, hogyha abban az időszakban, amikor én vezetem a Budapesti Fesztivál zenekart, töltheti be az évzenekar a pozíciót, nyeri el ezt a címet. A második gondolatom pedig az volt, hogy hát ez lehetetlen, ez biztosan nem fog sikerülni, hiszen olyan nagy múltú együttesekkel álltunk szembe, mint a Bécsi Filharmonikusok, a Bajor Állami Zenekar, a Pittsburghi zenekar és számos nagy európai és amerikai együttes. Azt gondoltam, hogy az ő közönségük, az ő szavazó bázisuk sokkal nagyobb lehet, mint a fesztivál zenekaré. Számomra az bizonyosodott be ebbe az időszakban, hogy fesztiválzenekarnak nem csak Magyarországon van egy több tízezres rajongó tábora, de külföldön is nagy bázissal rendelkezik. Hiszen díj elnyerése után a világ minden pontjáról kaptam gratuláló leveleket: Új-Zélandból, Bolíviából, Kazasztánból, tehát nem csak azokból az országokból, ahol egyébként baráti körei vannak a fesztiválzenekarnak. És úgy éreztem, hogy egy hatalmas összefogás alakult ki a fesztiválzenekar Magyarország és külföldi, rajongói és a zenekar és tábja között mindenki mindent megmozgatott azért, hogy, hogy a fesztivál zenekar kapja a legnagyobb szavazatot. Úgyhogy maga a díj is egy hatalmas büszkeség számomra, de inkább az, hogy, egy, hogy látható volt, érezhető volt, hogy milyen erős a mi közösségünk, és hogy ez a közösség segítette a zenekart ezen a több hónapos úton. Azért érdemes még egy fontos elismerést kiemelni, azt gondolom, ugyanis 2023-ban a Forbes legbefolyásosabb magyar nők listájára kerültél fel kultúra kategóriában. Milyen érzések kavarogtak benned, mikor megtudtad, hogy, hogy erre a listára felkerültél? Azt, hogy ezt a pozíciót hogy tudom majd a zenekar számára komatoztatni, abszolút ez volt az első, második, harmadik gondolatom. Egyébként azt is gondoltam még, hogy nagyon megtisztelő természetesen ez a cím, nagyon boldog voltam, munkatársaimmal, családommal együtt örültünk annak, hogy ilyen szép helyre kerültem ezen a nagyon dicső listán. De arra is gondoltam, hogy kicsit esetleges is, hiszen számos olyan kulturális ö, szereplőt, ö, női kulturális vezetőt ismerek még, akik szintén méltóak lennének ahhoz, hogy rákerüljenek erre a listára. És végigolvasva nem csak a kulturális lista neveit, de a, ugye, a gazdaság, média, közéletben, ö, Pozícionáltak, jegyeztek még női vezetőket. Azt gondoltam, hogy ezeknek a területeknek nagyon szorosan együtt kell működniük, hogy akkor tudunk elérni valamit, hogyha a gazdasággal, a médiával, a közélettel karöltve támogatjuk egymást, és közösen próbálunk nagy célokat kitűzni. És azóta is, hogyha Ilyen társaságban mozgok, ahol találkozom a forszlista egy-egy jelöltjével. Ezt próbálom képviselni, hogy fogjunk össze, találjunk ki közös célokat, támogassuk egymást. Csapatszellem ismételten megmutatkozik, hogy mennyire fontos számodra, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Egy kicsit visszakanyarodnék a, a múltra, múltba a mai fiatalok ízlése már sokkal nehezebben behatárolható, ugyanis sokkal vegyesebben fogyasztanak különböző zenei stílusú zenéket. Korábban, hogyha bementünk egy osztályterembe, akkor rögtön láttuk, hogy ki a punk, ki a rocker. Nagyon könnyen meg lehetett ismerni, hogy ki milyen zenét hallgat. Te milyen zenét hallgattál, és volt-e lázadó korszakod? Volt, abszolút. Hátul felnyírt hajam, én nagyon nyitott vagyok egyébként azáltal, hogy gyerekkoromban természetesen szüleim befolyásolták egy ideig a zenei ízlésemet, és édesapámmal illés omega konzsuzsa koncertekre jártam már talán óvodás koromban. majd elkezdtem zongorázni és hegedülni, és belépett a klasszikus zene az életembe. A gyerekkorusban, ahol énekeltem, a budapesti énekesiskolában pedig leginkább csak a Gregoriántól Mozartig énekeltünk műveket, tehát régi zenére is abszolút visszatekintettem. Ezek az irányok stabil alapokat adtak arra, hogy kamaszkoromban a heavy metaltól, a pánkonát, mindenféle zenei stílust meghallgassak, akár kedveljek is. Nagyon szeretem az érdekes hangú, erőteljes hangú női énekeseket is. Például, de olyan lájtosabb zenéket, mint Sting vagy Nora Jones. Ezeket is szívesen hallgatom, hallgattam. Meg is kérdezték tőlem nemrég, talán pont a Forbes magazinban, hogy, hogy a klasszikus zenén kívül hallgatok-e mást, és akkor már mondtam, hogy hogy nagy vágyam az, hogy még egyszer eljussak egy Gánzen Rózisz koncertre, hiszen a Bonni évei, alatt gimnazista koromban már voltam egyszer Gánzen Rózison, és hát minden vágyam így teljesüljön, mint hogy idén júliusban Budapestre látogat az együttes, és sikerült is jegyet szereznem, illetve vásárolnom, úgyhogy ott leszek, remélhetőleg a koncerten. Akkor sikerült időben lecsapni a jegyre, mert egészen gyorsan elfogytak. Nagyon nehéz volt, én... Hmm mi az elővásárlási napon bekészültünk több kompjúterrel, jelszóval minden megvolt hozzá, és így sem sikerült sajnos a küzdőtérre jegyet váltani, csak egy ülőjegyet, de az is jó lesz. Igen. Édesanyád is elismert szakember a saját szakterületén. Miképpen nézett ki egy vasárnapi ebéd gyermekkorodban? Hát rohanósan. De édesanyámra ezt el kell mondanom, hogy fantasztikus szakács, amellett, hogy fantasztikus múzeumi szakember és nálunk egy vasárnapi ebéd, az nem lehet kevesebb, mint három fogás minimum, de gyakran van négy-öt fogás. Nem tudom, honnan vette és veszi édesanyám az energiát, hogy ezeket a finom ebédeket elkészítsen, ha így a semmiből pár perc alatt is rittyent egy ebédet. Ugyanakkor rengeteg programunk volt mindig a hétvégére. Apukám egy időszakban, még a Bonni nagyköveti pozíciója előtt a Beac női kosárlabda szakosztályának volt az elnöke, úgyhogy hát ő mindenképpen kosárlabda meccseken volt hétvégén, ahová én is gyakran elkísértem, sőt néhány évi kosárlabdáztam is. Anyukám pedig általában kiállításokra ment, vagy éppen kiállítást rendezett ilyen nappal a Petőfirodalmi Múzeumban, úgyhogy leginkább ebből a két irányból választhattam, hogy én hova szeretnék csatlakozni, de természetesen nálunk is voltak családi kirándulások, illetve szerencsére elég kiterjedt a család, nagyon sok unokatestvérem van, és velük is sok családi programot szerveztünk. És örökölted anyukától a főzés iránti szeretetet? Nem. Nem most szeretettel van probléma, hanem én sajnálom az időt rá. Én az alatt, az idő alatt uh, szívesebben olvasok el egy cikket, vagy olvasok egy könyvet, vagy megválaszolok sok-sok levelet. Uh, Úgyhogy sajnos én kevésbé vagyok konyhatündér, hogyha van kinek, nagyon szívesen főzök, de úgyhogy egy sima hétköznapon nem ezzel töltöm az időmet. Plusz még amiatt sem, hiszen a zenekar mellett a panonhalmi Harmi főapátság zenei főtanácsodója is vagy. Mennyiben másabbak az ottani feladataid? Nagyon más... Panóhalmához elsősorban szellemisége miatt kötődöm. Számomra panóhalma egy boldog sziget, a töltekezés, az inspiráció, a kikapcsolódás helye, ahová nagyon szívesen járok akár egy-egy fogadásra, programra, de természetesen a zenei programok idején nagy örömmel tartózkodom ott. Ez olyan, mint hogyha kiszakadnánk a, a hétköznapi rohanásból, és egy teljesen más világba csöppennénk, ahol tulajdonképpen az a közös a fesztiválzenekaros létemmel, hogy a szakmai színvonal ugyanúgy a legmagasabb szinten van, és a fesztiválzenekarhoz hasonlóan Panonhalma is uh, egy vállalkozás uh, részben, a kulturális programoknak meg kell teremteni a financiális hátterét, amiért uh, nagyon sokat uh, tesznek az ott élők, és az erre hivatottak. De, egy, de a szerzetes közösség egy fantasztikus derült harmóniát sugároz, és nagyon nagy öröm számomra ilyen kivételes, rendkívüli emberekkel együtt dolgozni, együtt gondolkozni azon, hogy, egy-egy témához kapcsolódóan melyik lenne az a zenei program, ami leginkább illeszkedne Panonhalma 800 ezer éves falaihoz, a panonhalmi szerzetesek mindennapi ritmusába, mi az, ami beilleszthető, illetve az a közönség, akik évtizedek óta látogatják Panonham a fesztiváljait, koncertsorozatait, mire leginkább kíváncsi. Úgyhogy ez egy másfajta, de nagyon szenzitív gondolkodást uh, igénylő tervezés, feladat, hogy kitaláljuk, hogy mik azok a programok és kik azok a művészek, akik leginkább illeszkednek a szellemiségéhez. És az utolsó kérdésem az lenne, hogy mi, mi az, amit utoljára olvastál? A Force magazin. <laughs> De komolyan válaszolva nagyon szeretek könyveket olvasni. Szép irodalomból én leginkább a regényeket szeretem, tehát amikor hosszabb időre elmerülhetek egy-egy történetben, egy témában. És mivel idén az Árkusztempórum Fesztivál e, irodalmi író vendége, Panohalmán Barnás Ferenc lesz, ezért most az ő regényeit olvasom. Ezeket viszem turnéra magammal, ahol a repülőn, a buszutazáson néha ki tudok csípni egy kis időt arra, hogy regényeket olvassak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a kedves hallgatók figyelmét pedig felhívnám arra, hogy érdemes a Budapesti Fesztivál Zenekart is követni, és megnézni, hogy milyen program kínálatuk lesz az idei évben is. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a sok érdekes kérdést. Köszönjük, hogy meghallgattad a Téka Podcast legújabb epizódját. További tartalmakért látogass el az Ifjúság Mutató Intézet honlapjára és Facebook oldalára.